kormánypárti többség nem támogatta annak az egy évvel ezelőtt benyújtott javaslatunknak a társsorozatba vételét, tehát az előselejtezőn sem engedte át, amely az 1921. évi 33. törvénycikket kívánta hatályon kívül helyezni. Ez gyakorlatilag a trianoni békediktátumot a magyar jogrendszerbe beemelő szerződése vagy diktátumnak a hatályon kívül helyezéséről szólt. Eleve gyanús volt számunkra, hogy egy évet ültek ezen a javaslaton, és a szokásos 30 nap helyett több mint egy év kellett ahhoz, hogy egyáltalán a bizottságülés napirendjére kerüljön. A mai napon pedig nem támogatta ezt a kormánypárti többség, és azt is hozzá kívánom tenni, hogy a nemzetközi radikalizmus helytartói, az itteni baloldali pártok képviselői meg sem jelentek a bizottsági ülésen. Egyáltalán nem tartották fontosnak, hogy egyáltalán érdemi párbeszédet folytassunk erről. Tehát ők távolmaradásokkal tüntettek, ráadásul egyik képviselőjük korábbi napirendi pontnál még jelen volt, amikor erre sor került, pedig távozott. Ebből is látható, hogy a harmadik útra mindennél nagyobb szükség van. A mai bizottságülés pontosan az bizonyította be, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a két nagy politikai tömbön, hát a Fidesz-KDNP-n és a szivárványos moslékkoalíción kívül legyen egy harmadik pólus, egy harmadik út, egy harmadik politikai erő annak érdekében, hogy legyen valós parlamenti képviselete 2022 után is azoknak, akik például ennek a törvényciknek a hatályon kivehelyezését már régóta helyesnek és kívánatosnak tartják. Hozzáteszem, a félre magyarázások és félreértések elkerülése véget, ez nem azt jelenti, hogy a Mi Hazánk Mozgalom hadat akart üzenni a szomszédos országoknak, ez nem egy azonnali határrevíziót jelentett volna, ez a szimbolikustól egy kicsivel erősebb döntést kívánt volna a parlamenttől, semmilyen érdemi hátrány az országot nem érte volna, plusztán a kormány többséget kívántuk próbára tenni, hogy képes-e hajlandó erőt mutatni, hát úgy látszik, hogy ez ezúttal sem következett be. Mi minden esetre nem adjuk fel, folytatjuk a küzdelmünket, és pontosan a mai nap, ahogy az előbb is mondtam, a egyik legerősebb és leghűbb bizonyíték annak, hogy milyen fontos, hogy tegnap bemutatta a Mi Hazánk Mozgalom a miniszterelnök-jelöltjét, és hamarosan következik az országgyűlési képviselőjelöltjénk bemutatása is. Több körzetben szeretném ezt előre jelezni, jóval korábban fogjuk bemutatni a jelöltjeinket, mint ahogy a jóval nagyobb anyagi forrásokból gazdálkodó szivárványkoalíció pártjai, vagy éppen a hatalmas erőnyfölényben lévő kormánypárt ezt megtenni.